Ha nem a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli. A 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család Autók szeretettel. Ez a Millás reggeli továbbra is. Eh, itt vagyunk. Eh, a pontos időt el mondani. 9 óra 22. Gede Balázs, az egyik műsorvezető. Most ott van. A másik pedig Ács Gábor, köszönöm én is a hallgatókat. Most egy kicsit inkább lefele tart a görbe, nem volt elég forró. A te a te a hang, a, ha a, hang görbét, a hang, ja, hang görbém, hát Igen, nézd, de... nézd, egy 35 percet kell kihúznom. <laughs> ez menni fog mindenképpen. Alá lesz lejön. Nehéz ezt leírni, meg nyilván sokkal frappánsabb, ha ránézel, küldött a hallgató egy... Mi ez? Hűségkártya. Uh, olyan, mint, a, mint amikor hamburgerek. Tudod, van két sorba öt karika, és az utolsóba bele van írva, hogy ingyen hamburger, vagy nem tudom, hogyha sokat vásárolsz, nem tudom, x szedik, x -edik. Most uh, korábbi koronavírusos, meg uh, x -edik. Te med, meddig jutottál? ötödik, hatodik oltás, meg a belefáradunk a járványba öt, a dolog kapcsán. Igen. Na szóval hát, ez így. egy, Pfizer eh, hűségkártya. Eh, van egy első dózis, második dózis, harmadik dózis, a felső három karika, az már kipipálva egy fecskendővel, majd pedig Aha. utána folytatódik booster kettő, booster három. így megy, és ugye a booster 8-nál eh, bepecsételve a free pizza. Úgyhogy ez jár, jár, körbe az interneten. Szerintem ennél jobban semmi nem fejezi ki azt, amit az emberek most tényleg éreznek. Úgyhogy, és akkor... Nem lesz vége ennek soha. <laughs> sose, le, sose, lesz vége. Köszönjük szépen, tényleg nagyon szórakoztató. És hát sajnos pocsékarat jött, egyértelműen indult most már. Eddig ugye Budapesten ment fölfele az elmúlt hétben, az látszott a járvány, most már az össz magyar adat is elég nagy növekedés mutat az előző naphoz, és az előző hét azonos napjához képest is, ami most érkezett reggel, úgyhogy most megint nézhetjük, hogy vajon meddig fut föl, és visszatunk abban, hogy talán kevésbé komoly megbetegedéseket okoz. És volt még egy hallgató, hogy kicsit forszírozta ezt az autópálya dolgot, de aztán ő is megírta, hogy a, nem a Fehér változott, az, hogy ér, nem a, Buda, nem a megyei változott, hanem a azzal, hogy bejött egy új lehajtó, a Komárom megyeinek lett e, kisebb az érvényessége. Tehát, hogyha Tatabánya irányából jövünk az m a megye határt követő első lehajtó, az nem Bicske lett, hanem az új Szárligeti, és ezért uh -huh. a Bicske és a Szárligeti közé, most megnéztem kilométerben és meg kíváncsi volt, hogy egy 9 kilométeres szakasz van ott, amire nem érvényes sem a Pesti, sem a Komárom egy matrica, ezért akik ezzel a kettővel használták gyakran, ők kénytelenek igen megvenni a Komár, nem, a, Fe a Fejér-megyeit, mert azon a kis szakaszon, 9 km szakasz az, amint csak a megyei matricák közül a Fejér-megyei érvényes. Na, szerintem mindent helyre tettünk, illetve kiegészítés, amit még kaptunk, úgyhogy most uh, nem tudod, mire készülök ellen ellened. Hát, Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcs zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Super zöld. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat a következik. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Szóval az van, hogy nagyon szórakoztató, tanulságos, érdekes kvízek vannak rendszeresen a turista magazinnak az oldalán. És arra gondoltam, hogy ebből néhányat kitöltetnék veled is, illetve hát most nem egész teszteket, csak ilyen érdekes. <laughs> Láttam, hogy eltorzult az ábrázatod. Megértem. Most éppen turista térképeken szereplő ismert, illetve kevésbé ismert szavaknak a hátterét is fejtegetik. Tehát be van etimológia is, meg nyilván térképtan, meg sok minden összeérít. De például tudod-e, tudod hogy mit jelent a térkép, a turista térképen az árnyékolás. Az mit jelent? Mély szúdokvölgy, ahol ritkán süt be a nap, egy hegy északi oldala, amelyet ritkán süt meg a nap, vagy mélyen bevágódott út a hegy oldalban. Hát éppen nyugodtan. Hát talán a... Nem tudom, ez az északi oldal történet. Igen, stimmel, stimmel, stimmel. Úgyhogy, de... oh, ez, ez tök jó. Akkor nézzünk <coughs> még olyat, ami... Jó, hát a, a, a csermely mit jelent, ezt nem teszem föl, mert ez, oh. ez, ez, ez túl könnyű. Várja, akkor megyek tovább, mert van olyan... Akkor fölteszem azokat, hogy én, én elvéreztem. Mi Szerintem a csevice is még, még, megvan, ugye? Hogy mi a csevice? Vagy az Ó, már hát, határeset? Fogalmam nem sincs, nem. A csevapcsicsára asszociáltam hirtelen, hogy valamiféle darált húsos készítmény erős fűszereséssel, de valószínűleg nem. nem. És ez benne a hátizsákunkban elemózsiak. Ez a savanyú víz, természetesen szénsavas savanyú víz. Aha. Itt egyébként még a víznyelő lett volna például a másik variáció, ha elmondom, a válaszokat akkor kikövetkeztetted volna, de ez igazából ez a, a, a savanyú a, ásványvíz. A, viszont, a, na erre kíváncsi vagyok, mit jelent a térképen a fej? Tehát például a fekete fej. A, mert renge, rengeteg túlista térképen szerepel, hegytető, illetve egy völgy teteje, egy folyó forrásvidéke, vagy pedig fensík fénység? Hát azt nem. Ez kérlek szépen hegytető, illetve völgy eleje. És, De mit ábrázol a fej? Én azt hittem, hogy ilyen nézelődőt. Az ország a, felség felség. leg, a fejezetből rövidült, az ország leghíresebb fejezete, minden bizonyal a csurgó fejezet a Börzsönyben. Ez a Wenkheim vadászkastély fölött van. A nagyoroszi feletti hegyekben több ezer holduradalmi erdőbirtokkal rendelkező példaértékűen gazdálkodó gróf Bertold Miklós építette a kastély elődjét 1905-ben. Mai formáját a következő években nyerte el, és utána, a gróf halál után az erdőkerület, a vadászjog, a vadászati jog és a kastély is a Békés megyei gróf Venkeim József félet. Ő szenvedélyes vadász volt, és kialakított az 1930-as években a kastei felett egy lapos tetejű részen repülőteret, és ez volt a csurgó fejezet, és ez volt egyébként az első magyar lajstromozású háromüléses magásport repülőgép az övé volt, és innen indult el, hogy ez a fejezet, illetve fej, és nagyon sok turista térképen egyébként megtalálható. Úgyhogy ez érdekes. A, 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 főt azt nem teszem föl, elmondom, hogy ez egy völgy eredete, feje. Ez nagyon, a mecsek térképeken van ebből nagyon sok, illetve a a bükk, bükben is. még, nem, nem, még vaj, egy. Vaj, a disznófő. Tehát a disznófő is egyébként, igen. Uh -huh. yeah. A Gaja. Mit jelent a gaja? a gaja Mert ugye nem a nyilván a golya, a, 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 golyat, a, golyatet, a tetőről ismerjük, de hogy az honnan jött? Az erdész, erdészeti kifejezés a legaljazott erdőre. Szertefutó hegygerincekkel jellemezhető hegytető, vagy fiatal fákkal benőtt hegytető, hegytető, hegyi tisztás, esetleg kopárhegy? Hát az a hegygerinces variáció, nekem az tetszik jobban. Majd melyik, ez jel, egy ugrató kérdés, hogy nem, nincs közel a gajhoz, én azért gondolom. Meg, jelöljük meg. Középső, jelöljük meg. meg jelöljük. Középső. Tehát a szertefutó. Nem. nem. Nem, nem, Akkor nem. Viszont ez... a igen, igen, valóban. Tehát ez a fiatal fákkal benőtt. Vívottam, de úgy döntöttem, hogy ez beugratós kérdés, és ezért gondoltam a bőre, de ja, értem. Éjszak. Szóval a fiatal fákkal benőtt hegytető, egy nagyon szép szó. Egyébként, ahogy gajatető is a Mátrában van, a Mátrai turista térképen találkozhatunk ezzel az egyébként ritka szóval. Ez egy baj van, hogy előbb-utóbb akkor a gajatető már nem gajatető. Igen, igen. Gorond. Fú, ez egyre keményedik, hallod. Nem lesz mások nehéz gújja, ez elállom kisebb domp hát, hátszerű kiemelkedés. csak azért gondoltam, hogy ide teszem, mert ebbe találtam egy kis kertcsinálót is egyébként. Uh -huh. Nem is tudtam, és majd ha arra járok, legközelebb akkor megállok, mert például itt a magyarázatok között kiderül, hogy a hanságban a legutóbbi ékorszak során a zord klíma vacelei kisebb-nagyobb -re halmokba rendezték az üledéket, és így jöttek létre ezen az alapvetően lápos-mocsaras ingoványos hatalmas területen kisebb kiemelkedések, és ez a 200 uh, valami, ez a gorond, ezek fontos sötánpontjai voltak az ember letelepedésének, és van egy uh, hany istók tanösvény, ahol a hanságot, illetve ezek a gorondokat is föl lehet fedezni. Úgyhogy nem egy népszerű turista célpont, nem egy ismert látványosság, uh, de nincs messze az autópályától, hanyistók úgyhogy esni, hany, hany, ez hanyistók, hanyistók tanösvény, úgyhogy ezzel, ezzel egy kis uh, pro, program ajánlót is tettünk. És akkor még csak egy utolsó, jó? jó. Mert ezt elrontottam én is. Hajagos. Hajagos? Ú. Mondom akkor a variációkat. Akár benőtt terület, meg suvat hegyoldala, vagy hepehúpás terület. A hepehúpás. <laughs> Igen. Oké, én elrontottam, én túl gondoltam, hogy valóban hepehupás területet jelent. és Én láttam egy ilyen nevű fickót, és akkor már gyanús volt a neve. És utána kerestél. Igen, tehát most nem viccelt, rákerestél a nevére, mert valakinek... Igen, igen. Jó, akkor ezzel előnyben voltál. Én meg rengeteget hallottam, tényleg sok térképen szerepel, és nem jutott eszembe, hogy utána gondoljak, úgyhogy ezt most eltévesztettem, elhibáztam. Úgyhogy vannak egyébként például földrajzi teszt, amit érettségizőknek is, illetve a földrajz olyaknak ajánlják, akik a, a, a földrajz volt a kedvenc tantárgyuk az iskolában, ott 13-ból 10-et produkáltam, ott viszonylag elégedett Tók. voltam magammal. Igen, az Eurázsai hegységrendszer kialakulásán ott például elvéreztem, de elég sok minden van. Ott azt azért javaslom neked, most lő, 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 lőjem le a poént, ott természetföldrajz, meg gazdaságföldrajz, mindenféle érdekes kérdés van, majd pedig egyszer csak a végén megjelenik, ugye ez a földrajzi tesztbe, hogy a részvény micsoda illetve hogy, hogy, igaz vagy hamis, hogy a részvény az egy nem kockázatos be. Behag... Ez szóval, hogy kerül oda? Ez, öszinte, szóval ezt nem tudom, hogy hogy került oda, és ugye elgondolkodtam, hogy ezek szerint bekerült a földre anyagba, ez már, és ezt okítják, de szerintem nem, legalábbis én nem tudok róla, hogy így lett volna. Kicsit meglepődtem ezen a kérdésen. Na mindegy. Szóval rengeteg érdekes és hasznos kvíz van a Turista Magazin honlapján, turistamagazin.hu, ezt ajánlom mindenkinek, amellett, hogy rengeteg jó kiránduló célponttal is találunk nagyon jó kertcsinálókat, úgyhogy amit még fontos hír van most, ugye, és amit gondoltam, hogy a, a Zöldrovatban megbeszélhetünk, azt majd tegyük el későbbre, mert egészen elképesztő vita van most az Európai Unión belül, Arról, hogy és ez ez az, atom most, és a gáz. az atom és a gáz viszonya, és itt most ez eszkalálódik, ugye a németek vannak most a középpontban, ott még a kormányon belül is megoftottság van, és úgy tűnik, hogy Németország, Ausztria, itt ez képtelen lesz megvétózni azt, hogy az atom is komoly tám uniós támogatásokat élvezzen az áthidaló időszakra, amíg sikerül a megújulók irányába annyira elmenni, hogy arra már majdnem teljes egészében át lehessen térni. De az, hogy az átmenetet ki hogy kezeli, Németország nagyon atomellenes, de kicsit kellemetlen helyzetbe is hozta magát, azzal, hogy neki akkor gáz kellene mindenképpen, de az meg kevés van. Az itt az van az igen, ott igen, itt van még ez az északi áramlat kettes ö, ö, problémakör, ö, plusz. Ö, belefutottak a saját késükbe, hogy nem tudják a saját klímacéljaikat hogyha teljesen kénytelenek a szénhez is visszatérni, szóval nagyon érdekes vita van, és hogy az unión belül hogy zajlik le, ezt szerintem a egy szakértő segítségével okay, fogjuk instant, így van, ezt szakért. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld, hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké? Okay. Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon. Műsorunkban termék megjelenítést